Súlyméréssel kezdjük ezt a mai napot. 88,1. Mehetünk a McDrive-ba. Gyerekek! Megjöttem. Szia! 20 darab csirkemek nuggetset kérnék szépen, 10 ilyen dobozzal, tehát 200 darabot összesen. Hát Ádámkám, tanulhatnád a magyartot, hidd el, szép nyelv. 10 darab 20-as nuggetset? Igen, igen. Rendben. Ketchupban? Mehet többféle szósz, milyen ízek vannak, vagy milyen szószok vannak? Ketchup, majonéz, barbecue vagy fokhagymás. Akkor menjen a fokhagymás szószból, meg a barbecue szószból, illetve ennyi. Következő darab, hát a tizedik, köszönöm. Köszi. Hogy nem kérdezted meg, hogy nem kell nekem kóla? Szia! Kártyával fizetnék. Remélem fog kólot kérni. Pillanat. Haha, ezt meg kell most jól megszívtad. Pici pill. Hát mivel ez ilyen korszak határos kérdés, ha jól látom, akkor telefonáljunk egyet, hívjuk fel édesanyámat. Na csáó, figyelj már egy pint, mondjál már nekem légy szíves pinkórot. De azt felírtad, jó? Aha, kellett, pedig úgy tudtam, paypass-os az egész. Oksi. Nem, bocs, hogy felhettem a sort. Köszi. Oksi? Köszönöm. Köszi, szia. Hát a pinkómat elfelejtettem. Pinkómat elfelejtettem, mint a picsa. Besüléssel kezdődik ez a videó, de úgy érzem. Nem kicsit égtem be most. Hát gyerekek, igazából mi a tanulság? Írd fel a pinkórodat. Én eddig mindig PayPass-ba fizettem. Hát, most nem. Szia! Sziasztok! Sziasztok! Hát kinek köszöntött a gyomromnak? Vagy mi? Sziasztok! Hát... Csak nekem kell. Szia! Ugyebár úgy volt, hogy nem egyedül csinálom ezt a kihívást, de viszont ez a két srác, akit vártam, nem jött. Úgyhogy igazából úgy voltam vele, hogy többet nem fogok rájuk várni, nem érdekel, többet nem várok rájuk, és elkezdem magam. Úgyhogy elkezdem magam. 19.100 forint. Jó. Köszi. Ó, az igen. Az igen. Oké. Köszönöm. Köszönöm szépen, figyelm. Gyerekeim itt vannak. És akkor menjünk haza. Majonéz, majonéz hátán. Sziasztok srácok, itt is ennék a McNuggetszel, még ugye őt azért kivennénk. Innen. Majonézzel együtt jött. Jó. Ide, így né. Majonéz, ugye fokhagymás majonéz a kedvencem, barbecue szósz, és a 200 darab McNuggetsz, úgyhogy megmérjük egynek a súlyát ennek, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy mennyi az annyi, amúgy. Úgyhogy lesz egy mérés. Hát szerintem összesen amúgy, hogy őszinte legyek veletek, szerintem egy ilyen 3,5-4 kg. Mindjárt megnézzük. Doboz nélkül kéne megmérni, úgyhogy... nem ebbe fogjuk mérni, legyen ebbe. Na. Nézzük meg, hogy mizu. Ugyebár... Hát igen, nézzük ezt a 20 darabot. Oké. Okay. Mennyi 20 darab? 20 darab 360 gram.
tízszer ennyi, azért 3600 gram. Tehát durván 3600 gram, tehát 3,5 kg-ról beszélünk, plusz a szószok, hát szerintem az is egy jó pár száz gram, meg inni is fogok, úgyhogy egy 4 kg-nyi étel lesz bennem, úgyhogy 4 kilóval lesz több a súlyom, és holnap is meg fogjuk mérni reggel majd a súlyomat. Neked nem. Ez nem kell. Ez sem. Ide szépen kirakjuk. Itt is van. Tejet kikészítettem szépen szokás szerint. Hát imádom a tejet. Időzítő itt, úgyhogy hát vágjunk is bele. Még azt érdekessének elmondanám, hogyha sikerül ezt megennem, ezt a 200 McNuggets-et, akkor szószal együtt egy ilyen 10.000 kalória lesz. Én mindjárt mondok pontosabb számokat. 20 darab, összesen 894 kalória, azt beszorozzátok 10-zel, tehát 200 darab, 8940 kalória lesz, 470 g zsírral, 600 g szénhidráttal és 560 g fehérjével. Gyerekek, ez brutál, hát egy tiszta testépítő étrend. Úgyhogy csapassuk. 3, 2, 1. Ja, és ez karácsonyi kiadás. Ez a karácsonyi ajándékom nektek. Gusta. Első doboz. Oké. Fokhagymás majonéz a legjobb. Imádom. Amúgy 11:45 van. Ez a reggel ébédem. A reggel és ebéd egyben. Isteni! Ezer éve nem ettem. Ezer éve. Ugye már megszavaztátok, mert volt a 100 McNuggets kihívásom, és mondtam, hogyha az a videó eléri a 15.000 lájkot talán, akkor megkísérlem a 200-at, amit itt láthattok. Őszintén mondom, nem hittem volna, hogy el fogja érni amúgy, de elérte úgy, hogy egy év után itt vagyok újra. Na, hát srácok, az első 40 darab pipa, lightos, ugyebár tudjátok, hogy előző évben 100 darab McNuggets-et ettem meg, és elmondtam nektek akkor, hogy lehet, hogy még egy 20-30-al többet tudnék enni. Hát nem tudom, mennyi fog sikerülni, meglátjuk. Lehet a következő széria. Plusz 20. Ezzel együtt lesz 60 darab, amit megeszek. Így van. Hát ez a barbecue szósz, ez nem a legjobb. A sima majonéz az jobb szerintem. De... És igazából kiszámoltam. 20 darab barbecue szósz van. Meg 20 darab sima ilyen fűszeres majonéz, egy fokhagymás majonéz. Ez 500 ml, tehát 20-25 ml, 500 ml fokhagymás, meg 500 ml barbecue. Hát az már önmagában több száz kalória, ne, több ezer kalória. Úgyhogy hát mindent nem fogom megenni, de adunk a kalóriának.
13 perc, 44. Éhes vagyok. Mint a picsa. Alakulunk. Fej is üres, mám. Kezd már mellettem ilyen szemétkupac lenni. Én nem tudom nektek. Ez a szemétkupac már itt kezd gyűlni. 14 percnél járunk. És igazából 60, kicsikével több mint 60 darab van lent. Finom. 120 darab simán fog menni, az biztos. Aztán szerintem kicsikét pihenek, hogy beférjen az a maradék. Kommentben írjátok, hogy melyik a kedvenc szószotok. Fokhagymás, barbecue, sima majonéz, ketchup. Nekem a fokhagymás, egyértelmű. Sokára kell hoznom új fejet. Vagy vizet, meglátjuk. Na. Megkezdtük amúgy már a következő 20-ast. A 100-ig, 100-hoz vezető út, viszont elfogyott a tejem, úgyhogy emeljek gyorsan tejért. Aztán jött a következő, aztán már csak 100 lesz utána. Úgyhogy lassan túl vagyunk a felén. De menjünk el tejért! Hát szemétkupac már alakul. És tej kellene. Tej. Ez nem jó, nem olyan finom. Hát, lehet inkább víz lesz. Nem is tej. Víz lesz, úgyhogy akkor kell a poharunk. Akkor most vizet fogunk hozni. Kis kupi van itt a zébe. Jó. Zé. Na. Haladunk tovább, nem állunk meg. Legyen inkább víz. Így is bőven túl fogjuk szárnyalni amúgy a kalóriát. Nem tudom mennyi lehet egy ilyen kis picibe, amúgy kalóriát illetőleg szerintem, hogy 100-120 kalória van simán egy ilyen kis pici. A majonéz meg lehet akár 160-170 is. Úgyhogy a 10.000 kalóriát simán túl fogjuk szárnyalni ma. Meglátjuk, srácok. Amúgy jó ez a McNugget. De már elég volt, tehát nem vagyok ilyes kategória. Amúgy ez a videó lesz az év utolsó videója is egyben. Szerettem volna nektek valami szórakoztatót nyújtani. Úgyhogy remélem ez az. Na folytassuk. Huszonhét percnél járunk. Ami elég jó. Ez a barbecue szósz nem a legjobb, de fogyasztjuk azért ezt is. 27 percnél járunk és... Ha ezt a kettőt megeszem, akkor megvan a 100.
McNuggets. 100 McNuggets, pipa. Jöhet az igazi kihívás. Eddig szórakoztatás volt, most jön az igazi kihívás. Picsa gyorsan megemésztem, és mehetünk tovább. Na, kettő kamerán vagyok, kisozom a csapatom tovább. Szóval 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. 28 perc. Kérdés az, hogy be fogom tudni fejezni egy óra alatt. Esélytelen. Ez a válasz. Esélytelen. Ugyanis most már jól laktam. Tehát innen jön az igazi kihívás. Mondtam múltkor ugye, hogy lehet, hogy 120-ba ment volna. Úgy haladunk tovább. Még egy 20 darabot megeszünk, vagy 40-et maximum. Aztán egy órát pihenek szerintem, illetve kint egy kis aktivitást csinálok, hogy újból beinduljon ez az éhségérzetem, mert most már nem vagyok éhes, és ha kardiózok, akkor mindig éhes leszek, úgyhogy kardió a titka. Úgyhogy lehet egy kicsikét kimegyek futkosni, gyors sétálni, hogy megjöjjön az étvágyam ezekhez a kis drágasságokhoz. Na nem is pofázni tovább, folytassuk, jöjjön akkor a 100 feletti rész, amit az előző alkalommal nem láttatok, mert csak 100 McNuggets kihívás volt. Ez a 120-dik. Már elkezdett fájni a gyomrom. Viszont karácsony van, úgyhogy kit érdekel. Na, megkísérlünk még 20-at, aztán kis pihi következik. Mert ez egy gázos. És tolóckodás, aztán mint séta egy picit. Gyerekek, már szenvedek, mint a picsa, de 8 darab van a 140-ig. Aztán kis pi következik. Utolsó darab van a 140-hez. 140-edik. Szájpadlásom már kész. Harminc nyolc perc. Kis pihi következik. Egy óra durván. Az időt nem fogom leállítani, mert ez így korrekt. 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 Víz már elfogad, hogy hozok, úgyhogy kicsit pihenek, fetrengek, kint egy kicsikét kardiózok, amennyire tudok, aztán jövök vissza. Igyekszik befejezni. Legalább karácsonykor ne égjek már be. Jó, mondjuk beégtem videó elején, mert a saját pinkóromat nem tudom, de... Na! Hogy mondjam neked? Na! Cheers! Kis pi következik most.
még marad 60, de nem ehetsz, mondtam, majd inkább külön elviszlek. Jó, következő kívásban én is benne leszek, és együtt csináljuk végig. Hát a szabadon foglak. Csak nehogy megszavazzák a nézők. De én fel annyit fogok enni, mint te, ezt most mondom. Amúgy megszavaztátok a 24 óráig csak meg is kajákat ettem videóban, az, hogy cseréljünk tesómmal, öcsémmel, Dáviddal étrendet. Mit gondolsz? Hát cseréljünk, na. Cseréljünk. Én egy napot végcsinálom úgy, hogy te szoktad tojással minden szarra, akkor nyomhatod magadban Mekit, Burger King, meg... Nem is szoktál ilyeneket enni, de azt tudom, hogy... Azt tudom, hogy francia pétos lesz a reggeli, szóval, az jó, biztos. Három vizét bekap, aztán estére a filmezés közül majd elmajszolva egy kis nutellát. Na, hát ez a... A tínédzser élet, úgyhogy... De figyelem ám. Jó, mondom, ezt végig... Ezt végig fogjuk vlogolni, mi megcsinálja az én kajámat, én majd az ő kajáját, úgyhogy ez majd... De csak következőben fogjátok látni, ugyanis ez az év utolsó videója. És mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Boldog karácsonyt. Na, menjünk edzeni. Na, srácok, kis kardió jön, kardió. Oh. Zsíros az a has. Gyors séta, aztán, hogyha bírom, akkor enyhe kocogás. Mindent a kihívás jött. Na, srácok, gyors zuhanjon, aztán folytatjuk a kihívást. Rossz gomb, másik. Ez az, ez kell nekünk. Nagyon jó. Vissza a McNuggetshez. Oh. Na srácok, itt is lennénk. Folytatjuk a kihívásunkat. 1 óra 52 perc. Ugyebár ez kuka, ez már befejeztük. Vizet hoztunk, úgyhogy csapassuk. Valami kezdek megéhezni megint, úgyhogy ez jó jel. Jó, de a kis kardió. Jó. Kihűltek már. Srácok, szájpadlásom, totál kész van. Olyan szinten kidörzsölte már a McNuggets, hogy jobban fáj a szájpadlásom, mint a hasam. Nincsen sok már húz ott, illetve itt 2, 4, 6, 7, 8, meg ez a kis pici, 2, 4, 6, 7 és fél. So tell me now, what's left to lose if we run? Első hiszem 2 óra 2 perc. 180 darab McNuggetset megettem. Milyen behányok, gyerekek? 40 darabot ettem meg most, a második menetben még, de
Most is érzem, hogy egyre hamarabb tele vagyok. Na, na, egyre hamarabb tele vagyok. Amúgy, ami a szószokat illeti, ugye még lesz ugye egy 20-as megetszünk itt. Ez pipa. Pipa. Ami a szószainkat illeti, igazából 40 darab szósz kaptam, nem tudom mennyit kéne, hogy adjanak. 20 darab fokhagymás szósz, meg 20 darab barbecue szósz. Na most összesen eddig, ha ezt bele számolom, akkor csak 10 szósz ettem meg, ami 250 ml. 125 barbecue és 125 fokhagymás szósz. Úgyhogy ezeknek fogjuk még hozzáadni a kalóriáját, illetve annak a 4 deci tejnek fogjuk még hozzáadni a kalóriáját a végén. A kihívás végén, hogyha sikerül befejezni, és meg fogjátok kapni a pontos számot. Én egy ilyen 11 ezer kalóriára tippelek durván. Ami nem kevés, nem kevés. Na kezdjünk bele, utolsó. Hogy én nem fogom már semmit cselni, az biztos. Az szent, gyerekek, az szent. Szájpadlásom olyan készen van, gyerekek, hogy jobban fáj, mint a hasam. Srácok, nagyon kész vagyok. 6 darab van, de mindenki hányom belem. Kis triceps. Nem tudom nektek mit hozzá Jézuska, de nekem 2 nap fekvést. Lehet, hogy fennfekvés lesz a vége. Nem Covid miatt, hanem kajakhívás miatt. Na mindegy. Nézzünk egy időt. 2 óra 8 perc. 2 óra 8 perc és már csak 2 darab van hátra. 15 szósz, ja. Csak 10 darabot ettem meg összesen, úgyhogy. Na mindegy, mindjárt készen vagyunk. Na srácok, ennyi lett volna ez a kihívás. 2 óra 9 perc, 20 másodperc ugye pihenővel együtt. Köszönöm szépen a figyelmet. Ne próbáljátok ki ezt otthon. Aki új a csatornán, az légy szíves, iratkozzon fel a csatornámra még több hasonló videóért. Már nem merek semmit sem mondani, nem merem azt mondani, hogy ha ez a videó eléri az 50 ezer lájkot, akkor lesz 300 McNugget, mert attól félek, hogy eléri. Úgyhogy inkább csak azt mondom, hogy ha ez a videó eléri az 500 ezer megtekintést, tehát 500 000 megtekintést szeretnék, akkor kérhettek szintén valami ehhez hasonló extrém kihívást, akár pigmekeset, sajtburgereset. Megpróbáljuk újból a sajtburgert, most 30 darab sajtburger, elnézést, 30 darab sajtburgerrel, úgyhogy 500 ezer megtekintés, és igazából ennyi. Lájkok száma mondjuk legyen 10 000, tehát 10 000 like, 500 000 megtekintés, hogyha ez megvan, akkor csinálok szintén egy ilyen extrém kaja kihívást. Kalóriát pontosan itt láthatjátok. Kalória és makrotápanyagok lebontva, tehát szénhidrát, fehérje, zsír. Mindent láthatok, brutális, úgy ettem, mint egy erőemelő. Több mint 10 000 kalóriát ettem meg a mai nap. Ez lenne az év utolsó videója, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk és boldog karácsonyt, és következő évben jövök. Sziasztok, boldog karácsonyt, maradjatok velem. Maradjatok velem. Jó, na, csá. Kellemes ünnepeket kívánunk nektek, és következő évben majd jön Dáviddal is több videó, illetve lesz majd étrendcsere, amit megszavaztatok. Aki szeretne személyre szabott edzéstervet vagy étrendet, nem a reklám helye, nem a legjobb videó erre a reklámra, de mindegy, azért elmondom szokás szerint, az nyugodtan látogasson el weboldalra, ami az aramtariprofizik.hu,
vagy aki nem tudja, hogy pontosan mi a célja, hogy szálkásítana, tömeget növelne, vastagítana, test átalakulna, ez szép volt, az dobjon egy e-mailt, az aramtari96@gmail.com-ra, és átbeszélünk mindent e-mailben. És még egyszer kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel erre a csatornára, érjük el a 200 000 feliratkozót. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, és sikerekben gazdag, boldog új évet! Peace!